No, hát azért voltak jelenetek a másik fél időben, amikor bosszankodtál még hozzá Fazekes Gergő első góljánál. Készültetek arra a mozdulatra? Fien, nagyon jó. Ismerek a Gergőt, de szerintem, hogy a csapat munka az a legfontosabb, és szerintem, hogy Geri az egy óriási játékos, az nagyon nehéz megállni, az egy nagyon jó játékos, de szerintem, ha a mai meccs a vedekezünk, volt óriási, volt nagyon jó. Akkor mennyire ijedtél meg, amikor a végén a játékosaid védekezésbe oda csapták a pályához, és hát iszonyat nagyot szólt? Jó, figyelj, amit mondtam, ne? Amit mondtam neked, ismerjük, én ismerem, jó, az volt egy felkészülési meccs, azt szerintem azt kell mondani, hogy a legfontosabb nem volt az eredmény, mert mind a kettő oldalon megpróbáltunk dolgokat, de mindig jó érzés nyerni, nem? Az utolsó labda volt nekünk, az volt itt jó dolog nekünk, mert jó érzés, ad nekünk önbizalom, mert nyerni mindig ad neked önbizalom, de a legfontosabb nekem volt a csapat munka. Ugye itt a magyar srácok arról beszéltek, hogy nekik még az EB-ig mindenben javulni kell. A cseh csapatot hogy látod, a nyitányig, mi az, amit már most nagyon jól működött a csapatmunkán kívül, és mi az, amiben nektek még javulni kell? Figyelj, mindig van dolgokat, hogy kell javulni, mindig, nem? Belekezésbe, lerőhonás, támadásba, visszarendezés, mindig van dolgokat. A kis apróság az a különbség, nem? Az nagy különbség. De nekünk szerintem van nagyon sok fiatalok, hogy természetesen kell nekik rutin, és kell idő. De szerintem a csapat, a játékosok nagyon jól dolgoztak az utolsó két év, és én büszke vagyok rá. Mit érhet el ez a cseh válogatott az EB-n? Ugye az EB-nek az egyik tétje az, hogy olimpiai selejtezőre mehetnek a csapatok. A célunk nagyon nehéz csoportunk van. Játszunk Dánia, Portugál és Görögország ellen. A célunk nagyon jó lenne, ha menjünk tovább, nem? Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz, de biztos 100%-ig a csapatunkban, és biztos vagyok benne, hogy fogunk menni tovább. Visszatérve a mai meccsre, hogy a héten kiderült, hogy Szita Zoltán megy vissza a Bisla Plockhoz. Hogy tetszett az ő teljesítménye? Beszéltetek egyáltalán itt a mérkőzés előtt egymással? Fia, az Zozó ez egy nagyon játékos. Ismerem, hogy régen, amikor voltam Veszprémben már, és 17 éves volt, 16. És nekünk az itt nagyon játékos, hogy biztos vagyok benne, hogy fog fejlődni sok, még sok, és de a legfontosabb most, hogy ott van Szegeden, a legfontosabb, hogy most játszani fog jól Szegeden, és jövőre majd meglátjuk, nem? Most mi a legfontosabb az a szezon, nekem az a szezon az a legfontosabb, és jövőre majd meglátjuk ezt. Ugye itt a bemutatásnál igen nagy tapsot kaptál. Hogy esett, hogy a magyar szurkolók nem felejtenek el, sőt szeretnek? Mindig jó érzés, nem? Mindig kapok sok üzenet, megpróbálok tartani a magyarul, és mindig jó érzés itt lenni, és látni a nagyon sok emberek, aki ismerem. Igen, nagyon jó még mindig a magyarod, ez gyakorlod, mert hogy az ember még az angolt is elfelejti, hogyha nem beszéli minden nap. Jó, megpróbálok. Mondtam neked, jövök 2-3 szor per év, megpróbálok tartani a kapcsolat a magyar barátokkal, és amikor van lehetőség, akkor nézem a TV, és szerintem, hogy az nem volt könnyű tanulni, akkor kell tartani. Még egy utolsó kérdés, hogy a cseh válogatottról már beszéltünk, a magyar válogatott szerinted mit érhet el ezen az Európa-bajnokságon? Ugye nekik már megvan az olimpiai selejtezős helyek, tehát felszabadultan lehet játszani ezen az EB-n.
Szerintem a magyar válogatott az egy óriási csapat. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó csapat. Nagyon jó játékosok vannak, nagyon-nagyon sok van itt. Egy csomag játékosok. Szerintem a nagyon magas szint. És szerintem, hogy tud nyerni mindenkivel.